Recorded. azok, akik meg is fognak szólalni, esetleg a kameraképükkel vannak benne, de alapvetően a maga a felvétel az engem fog mutatni, aki beszélek, illetve másokat. Jó, akkor Attila, esetleg, hogyha egy-két szót szólnám, mielőtt elkezdenénk a mai előadást. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ nevében. Engem Főző Attilának hívnak. Hát azért tartjuk ezeket az alkalmakat, hogy minél inkább segítsük a távtanítást, a digitális munkarend minél zökkenőmentesebb működését, és ez az alkalom pont egy ilyen nagyon fontos témát taglal majd, amire már régóta várnak szerintem a kollégák, és majd a felvételt is széles körben meg fogjuk osztani. Úgyhogy köszönjük szépen előre is az előadást, és Rendben. érdeklődéssel hallgatjuk. Szuper. Még egy utolsó kérdésem, Attila, hogy mennyi időt számunk rá? Tehát ez 45 perc, ugye abban maradtunk. Próbáljuk akkor 45 percbe. Igen. Jó, rendben. Oké, természetesen én utána még rendelkezésre állok, akinek kérdése van, azzal tudunk utána bennmaradni a hívásba. Tehát sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Németh Zoltán vagyok, a Cisco Magyarország részéről. Én az úgynevezett kollaborációs megoldásokért felelek. Ezek gyakorlatilag a videokonferencia, virtuális megbeszélések, IP telefonja, contact center, ez a négy fő Cisco technológiai terület közül az egyik. És megkértem Reményi Zolit is, aki a HTTP alapítvány képviseletében segítene nekünk, hogy ennek a mai előadásnak a gyakorlati demo részébe segítsen nekem. Ő nagyon profi háttérre rendelkezik, használ ilyen eszközöket, többek között WebEx-et is, maga is tart órákat, és nagyon hasznos tanácsokat tud adni. Jó, ami érdekessége a mai helyzetnek, hogy én alapvetően elővettem egy régi előadásunkat is, azt kicsit átírtam, ami gyakorlatilag még a mai krízis helyzet előtti állapotokra készült. Igazából a távoktatás és a mi megoldásainknak, tehát a Cisco megoldásoknak az alkalmazása a távoktatásban ez elég komoly múltra tekint vissza. Békeidőben is azt gondoljuk, hogy van létjogosultsága annak, hogy magát az oktatást tudjuk virtualizálni. És annyit tettem hozzá ehhez a Kihívások az oktatásban című diához, hogy ugye egyel bővült ez a lista, mégpedig a mai vírushelyzettel, vagy a mostanában jellemző vírushelyzettel, amikor is nagyon sokan egyrészt munkahelyeken is kényszerülnek otthoni munkavégzésre, de az iskola bezárásokkal meg mindannyian tudjuk, hogy alapvetően a digitális és a távoktatás az egy elengedhetetlen eszközzé vált. Ott megpróbáljuk az oktatási területet továbbvinni a meglévő eszközökkel. Néhány olyan dián van itt, amit igazából szívesebben átugornék, mert igazából csak a trendekről szól, ez független attól, hogy most otthoni távoktatásról beszélünk, vagy egyáltalán valamilyen virtuális megoldásról. Mi azt gondoljuk, hogy a digitalizált lássa az oktatásnak is komoly előnyökkel tud járni. Nem térek ki ezekre a konkrét számokra, de úgy látjuk, hogy maga a videó és a videós lehetőségek behozatala akár az iskolák közötti kollaborációban, akár az iskolán belüli kollaborációban jelentősen tudja javítani a lehetőségeket, illetve a hatékonyságokat. Természetesen akkor, hogyha ezt a gyermekek, a diákok és a tanárok is elsajátították, mint használandó eszközt. Mi is az, amit mi nyújtunk? Ezt úgy hívjuk, hogy WebEx. A WebEx maga egy olyan brandnév, amit egy kb. 10-10x évvel ezelőtt építettek fel, mint szolgáltatást. Ez később a Cisco részévé vált. A WebEx alapvetően egy webes konferencia eszköz volt. A létrehozásakor az volt a célja, hogy úgy tudjanak a résztvevők kommunikálni,
hogy megoszthassák egymás képernyőjét és hallhassák egymást. Már a kezdeti verziókban is benne volt a videó, tehát ugye láthatták egymást a felek, de alapvetően arra fókuszáltunk, hogy egy online megbeszélést össze tudjunk hozni. Ez a WebEx alakult át, hogy ma már egy komplett platformról beszélünk. Itt láthatjátok, hogy ennek milyen elemei vannak. Mindent ma már WebEx-nek hívunk a Cisco-ban, ami alapvetően a kollaboráció környékén előfordul. Legyen az egy szoftveres platform megoldás, és itt láthatjátok, hogy ezekhez a WebEx megoldásokhoz WebEx eszközeik is vannak. Ha marad a végén idő, akkor ezekről is fogunk beszélni, hiszen egyszer hamarosan vissza fogunk térni a tantermekbe, és akkor ez egy lényeges kérdés, hogy a tantermeket mivel tudjuk felszerelni, hogy a felhasználói élmény az olyan legyen, mintha leülnénk egymással szembe, vagy egy tanár beállna az osztály elé. Itt tehát négy terület van, azért karikáztam be a WebEx meetinget, mert az lenne a mai előadásunk, a mai találkozónknak a tárgya. Maga a WebEx meeting az az eszköz, az a szoftveres megoldás, az a cloudos megoldás, amelyet éppen erre az előadásra is használunk. Tehát ti most, elnézést tegeződnék, hogyha ez belefér. Tehát ti most, mint részvevők, ebbe egy ilyen WebEx meetingsbe hívtatok be, kaptatok egy linket néhány instrukcióval, és gyakorlatilag aki elég bátor, az a kamerájával is, de mindenképpen hangban együtt vagyunk, és az én általam használt laptopnak a képét tudom mindenki számára elérhetővé tenni. Itt felsoroltam, hogy körülbelül milyen eszközökről beszélünk. Nyilván ez egy teljes kollaborációs eszköz, ez nem csak marketing szempontból került egy brand, egy név alá, hanem ez egy architektúra is egyben, tehát ennek részét képezi minden olyan elem, amit felsoroltam. Ami fontos, hogy a fő cél az, hogy virtuálisan tudjunk találkozni. Ez virtuális megbeszélés, virtuális tanóra lehet, vagy videokonferencia. Ez a platform most már ezt nem különbözteti meg. Régen a videokonferencia a WebEx-től elkülönülő terület volt a Cisco-ban, és az azt jelentette, hogy voltak szép nagy termek, ahova betettünk szép nagy eszközöket, nagyon drága pénzért, és hogyha a vezérigazgató úr akart beszélni a másik vezérigazgatóval, vagy a vezérigazgató helyettessel, akkor megszereztek egy videokonferenciát, ami hosszas szervezéssel történt meg, és onnantól kezdve gyakorlatilag a két videokonferencia eszköz össze volt kapcsolva, leültek el és beszélgettek. Nagyon sokat változott azóta a világ, mi azt mondjuk, hogy ma már nem tárgyaló termek beszélnek másik tárgyaló termekkel, vagy videokonferencia eszközök másik videokonferencia eszközökkel, hanem emberek. Innentől kezdve a szemlélete is olyan a WebEx-nek, tehát amikor én szeretnék egy virtuális megbeszélést létrehozni, akkor azt gyakorlatilag elindítom a felhőben, és oda be tud bárki érkezni, legyen az egy laptop, legyen az egy mobileszköz, legyen az egy videokonferencia, komoly videokonferencia végpont is. Tehát a WebEx ilyen értelemben teljesen platform semleges és platform független tud lenni. Nyilván abban az esetben, hogyha egy komoly videokonferencia eszköz elé ülünk le, az felhasználó élményben egy jobb minőséget jelent, jobb a képminőség, a hangminőség, egy halom olyan funkció van, amit, hogyha mondom, lesz idő, akkor ezt nem tudom mondani. De maga a WebEx egyébként az, mint szoftveres cloud as a service megoldásként tud működni. És ami lényeges, és amiről ma beszélni fogunk, ennek három fő modulja van. Mindegyik WebEx cloudot, WebEx megoldást használ, az egyik a Meeting Center, a második az Event Center, és a harmadik a Training Center. Nagyon sok hasonlóság van a három modul között, azonban az, hogy az oktatás vagy egy megbeszélés esetében melyik eszközhöz nyúlunk, az nagyban attól függ, hogy mik az igények. Fogok beszélni külön-külön is ezekről, amit ma most használunk, és amiben ti behívtatok, ez egy Meeting Center-es megbeszélés. Ez azért más, mint az Event, illetve a Training Center, ugyanúgy részt tud benne venni bárki, külsős is, és a vállalat vagy az oktatási intézmény bármelyik felhasználója. Viszont ez egy demokratikusabb jellegű meeting.
Tehát itt mindenkit én, mint host, akinek egy külön szerepköre van, le tudok mutatni, de mindenki megteheti azt, hogy most is van egy kis háttérzaj valahonnan. Mindenki maga, aki bele akar szólni a meetingbe, az gyakorlatilag egy kattintással fel tudja magát oldani a mikrofon hangját, és bele tud szólni, vagy bármelyik pillanatban elkezdhet ő maga is egy tartalmat megosztani. Természetesen ezek szabályozhatók, hogy milyen jogosultságok vannak egy meetingbe, de alapvetően ez egy demokratikus meeting, egy host szerepkörrel, viszont szinte bárki bármit csinálhat. Ezt próbáltam, bocsánat, összefoglalni azon a dián, ami kifejezetten a bizonyos meeting centerről szól. Itt most ugye körülbelül az van, mint amit a képen láttuk, hogy én előadok, de bármelyik pillanatban bármelyikünk előadóban válhat, magához ragadhatja az úgynevezett presenter szerepkört, és onnantól kezdve ő az, akinek a videóképét látjuk, és ő az, akinek az előadását, illetve a megosztott képernyőjét látjuk. Ez maga a meeting center. Miben tér el az event center? Az event center az abban tér el, hogy ott nagyon szigorú szerepkörök vannak. Létezik olyan, hogy mondjuk a megbeszélésnek a gazdája, ez a host, létezik olyan, hogy panelist, és egyéb szerepkörök is. Ez azért jó, mert hogyha van egy nagy létszámú megbeszélés, ahol esetleg több százan vagy több ezren csatlakoznak be, akkor azt lehetetlen a demokratikus meeting centerre kordában tartani. Ezért sokkal szigorúbb lehetőség, vagy sokkal komolyabb lehetőségei vannak az előadónak arra, hogy szabályozza ennek a megbeszélésnek a menetét. Igazából mi azt mondjuk, hogy ha fegyelmezetlenek a résztvevők, vagy ha túl sokan vannak, akkor érdemes inkább az event centert használni. Természetesen annak az egy sokkal bonyolultabb eszköz, tehát hogyha ti szeretnétek egy event centeres megbeszélést vagy tanórát tartani, akkor nagyon sok beállítási lehetőségen kell keresztül menni. Nyilván alapbeállításokkal is el lehet indítani, de az égvilágon mindent lehet ebben a megbeszélésben szervezni. Gyakorlatilag a Training Center az előbbihez, az Event Centerhez hasonló, annyi különbséggel, hogy a Training Center esetében maga az előadó a mai változatában még videóvégpont eszközről, tehát speciális hardware-ről nem tud beköszönni, hanem csak a saját laptopjáról. És azt még szeretném elmondani, hogy a demokratikus meeting és a kevésbé demokratikus event center között az is egy jelentős különbség, hogy itt mi mindannyian látjuk egymást. De bármelyikőtök, aki bekapcsolta a kamerát és megszólal, ő mindenki számára látható, vagy hogyha olyan beállítást állítottok be a képernyőtökön, hogy a résztvevők kameraképét egy ilyen rács szerkezetbe betegye a rendszer, akkor egyszerre több résztvevőt is láthattok. Tehát kifejezetten mondjuk az olyan típusú tanórákra, ahol a gyerekek vagy a diákok szeretnének gyakorlatilag az iskolaihoz hasonlóan egymással kommunikálni, egymást látni, akkor mindenképpen a Meeting Center-t javasoljuk. Ha viszont egy fegyelmezett órát kell tartani, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodni vagy a Training Center, vagy az Event Center használata mellett. Mik még egyszer a különbségek? Először is vannak speciális eszközök a Training meg az Event Centerben. Többek között lehet dolgozatot iratni, nevezzük tesztnek vagy dolgozatnak. Lehetséges beállítani azt, hogy az előadó vagy a tanár tudja szabályozni azt, hogy mindenkit lenémít, és nem is engedi meg a diákoknak azt, hogy ők magukat visszanémítsák. Tehát magyarul ő ad szót, tehát amikor egy diák szeretne bekapcsolódni, akkor felteszi a kezét, virtuálisan van egy ilyen kézfeltartás, ezt látja a tanár, és szót ad neki, bekapcsolja a mikrofonját, és hallják a többiek, amit ő kérdez vagy mond. Vannak benne olyan speciális lehetőségek, mint ezek a kérdés-válaszok, amit mondom, lehet dolgozatra használni, de egy egyszerű... bocsánat, ez a... most kevertem, tehát vannak benne a kérdés-válaszok, ami a chathez hasonló, de konkrét kérdéseket lehet feltenniük a résztvevőknek, és ezekre a kérdésekre az előadó, vagy ha többen vannak, és célszerű egy bonyolultabb, meg komplexebb, nagy résztvevős megbeszélést vagy tanulát így tartani, van még egy segédelőadó, és a segédelőadó tudja a kérdésekre
írásban megadni a választ, miközben az előadó pedig folytatja az órát. A beírt válaszokat mindenki látja, tehát mindenki látja, hogy a közösen feltett kérdésekre mit válaszoltak az előadók. Természetesen be is lehet diktálni az előadónak, hogy érkezett egy olyan kérdés, hogy Magyarország az Ázsiában van-e. Erre az esetben ugye az előadó szóban is tud válaszolni a diákoknak, de mint mondtam, bárkinek lehet szót adni hangban is, és akkor egy diák is ebbe bele tud szólni. Jó, ezt akkor én tovább lökném. Itt talán annyit, hogy a WebEx mögött van egy nagyon komoly infrastruktúrális háttér, tehát arról van szó, hogy amikor mi egymással beszélgetünk, vagy akár egy pont-pont kapcsolat képül, az nem úgy történik, hogy az interneten keresztül megy a mi kapcsolatunk. Itt a világ szerte látjátok, hogy 2, 4, 6, vagy 2, 4, igen, 8 adatközpontunk van. Ezek az adatközpontok szolgálják ki ezeket a felhős alkalmazásokat. Itt futnak gyakorlatilag a megbeszélések, és ezzel gyakorlatilag meg tudjuk oldani, hogy amikor egy amerikai mondjuk és egy magyar résztvevő egy közös megbeszélésben van, akkor nem arra bízzuk rá a kapcsolat minőségét, hogy az interneten keresztül vergődi magát ez a bizonyos videó stream, hanem a mi adatközpontjaink dedikált, komoly hálózati nagy sávszélességgel össze vannak kötve, tehát az adatközpontok közötti kommunikáció is a Cisco kezében van. Maguk az adatközpontok is egyébként a Cisco által épített és üzemeltetett adatközpontok, amiknek most azért van jelentősége, mert iszonyatos terhelés van ezeken az eszközökön, ezeken a rendszereken. 5-szörös, 10-szeres, 20-szeres mennyiségekről beszélünk, amit eltöltenek a felhasználóink ezekben a megbeszéléseken, ezekben a hetekben. Mi próbáljuk, és szerintem sikeresen álljuk is a sarat, nagyon komoly adatközpont bővítések zajlottak le csak az utóbbi 1-2 hétben is. Én arra gondoltam, hogy innentől átadnám a szót Zolinak, aki mint gyakorló tanár és a WebEx nagyon jó ismerője, néhány tanácsot tudna nektek adni, és megmutatná, hogy tud egy óra zajlani a tanár szemszögéből. Illetve én majd közben, hogyha nem nagyon terelem el a figyelmeteket, akkor egy kis kérdőjét is betolnék, ami egyrészt egy demo lenne arra, hogy lehet egy szavazósdit indítani. Másrészt pedig kíváncsiak is vagyunk, hogy ti milyen környezetben dolgoztok, és milyen eszközöket preferáltok. Úgyhogy én akkor, Zoli, átadnám a szót neked egy kis demóra. Jó, nagyon szépen köszönöm. Sziasztok, hát kezdjük azzal, hogy röviden bemutatkoznék. Aki nem ismeri, én Reményi Zoltán vagyok, a HTTP alapítványnál dolgozom, illetve emellett tanítok és Kőbányán egy szakgimnáziumban. Március 16-a óta én is áttértem erre az online oktatásra, mint oly sokan. És én rögtön ezt a WebEx Meetings alkalmazást kezdtem el használni, tehát hogy ilyen típusú tapasztalataim vannak, hogy hogyan működik. Nem egy elit gimnáziumban járok, ez abból a szempontból fontos, hogy a diákjaink azt gondolom, hogy teljesen átlagos diákok, és az ő viselkedésük szerintem teljesen jól reprezentálja azt, hogy a diákokkal mit és hogyan lehet egy ilyen környezetben művelni. Itt fölmerült az, hogy milyen változatát lehet a WebEx-nek használni, ahogy itt Zoli is elmondta, több változat van, és hogy ezek között lehet dönteni, hogy mikor melyiket. Én a Meetings-et választottam, ami a legdemokratikusabb rendszer ebből a csomagból, aminek azért számomra van néhány előnye. Az egyik, az az, amit most ti is megkaptatok, kaptatok egy linket, hogy itt kell bejönni ebbe a szobába, ebbe a megbeszélésbe. Én ezt úgy hívom, hogy ez egy virtuális osztályterem. Az én WebEx fiókomhoz is kapcsolódik egy ilyen fix cím. Én ezt a diákokkal megosztottam a március 16-a előtt, hogy akkor engem itt lehet majd elérni. Küldtem nekik egy e-mailt, megmondtam, hogy akkor mikor tudunk találkozni, mikor tudunk beszélni, és akkor jöhetnek. Ha most ők ezt a böngészőbe beírják, elérik, és ugyanúgy, hogy ti itt vagytok, ők is itt vannak. Tehát amit ti láttok, az a diák oldal ebből a rendszerből. Ők bejöttek az órára, tudtunk beszélni, el tudtam mondani a teendőket, hogyan fog zajlani itt az elkövetkezendő időszakban a munka,
kiadtam a feladatot, átbeszéltük, hogy hogyan tudnak ezzel akkor most ebben a megújult környezetben dolgozni. Nem iskolai gépeken dolgozunk, hanem saját gépeken, átbeszéltük, hogy ehhez milyen feltételeik vannak, hol tudjuk áthidalni a felmerülő problémánkat. De ez a cím, amit használtunk, ugyanez a cím egy héttel később, meg két héttel később is pontosan megfelelő volt. Tehát a diákjaimnak a következő héten csak annyit kellett írnom, hogy szokott helyen, szokott időben, és akkor ugyanazzal a linkkel bejöttek a következő héten is az órára. A harmadik hétnél csináltam egy kísérletet így csöndben és magamban, nem írtam semmit a diákoknak. Mivel tudják rólam azt, hogy én azért egy ilyen rendszerető ember vagyok, tehát hogyha valami rendszert elkezdünk, akkor az úgy fog működni. Úgyhogy ezt teljesen jól lépték ezt az akadályt. A 30 fős osztályból 28-an voltak bent a harmadik héten reggel a virtuális osztálytermembe. Nem kellett kiküldenem a linket, mert tudták, hogy nekem mikor kezdődik az órám, akkor legyenek szívesek ott lenni, átbeszéljük, hogy mi az eheti feladat. És amikor normálisan járnak iskolába, sokszor ennél többen hiányoznak, tehát hogy teljesen jó létszámmal rendben ott voltak. Na tehát ez egy szerintem nagyon-nagyon jó szolgáltatás a dolognak, hogy nem kell minden alkalommal létrehozni külön egy ilyen meetinget, aminek külön linkje lesz, ezt a linket megosztani, gondolkozni azon, hogy mennyivel előre kell ezt kiküldenem, hogy biztos minden diáknak időben megérkezzen, és föl is fogja, hogy ezzel ő neki kell valamit kezdenie, meg összekeveri, nem keveri. Ez lényegében ugyanolyan, hogy engem az iskolában a 109-es teremben lehet megtalálni, tudják a diákok, hogyha hozzám jönnek órára, akkor 109-es teremben jönnek. Itt meg tudják, hogy én nekem ez a virtuális termemnek a linkje, bejönnek, és akkor ott vannak. Ugye a virtuális termemnek a linkjének a végén ott van a nevem, tehát egészen olvasmányos. Tehát úgy fejeződik be, hogy mit perre mennyi az enyém, tehát fölismerhető, tudják, hogy hova kell jönni. Demokrácia. Mennyire okoz problémát az, hogy a diákok maguk kapcsolgattatják a mikrofonjukat? Tapasztaltam azt, hogy sem ennyire. Tehát elmondtam a legelején, és ezzel el kellett töltenem egy negyed órát az elején, vagy 20 percet, hogy átbeszéltük, hogy maga a technika az, hogy néz ki körülöttünk. Elmondtam, hogy innentől kezdve én mindenkit ki tudok némítani, ha akarok, mert hogy végigmegyek a neveken, és a kis mikrofon ikonra rákattintok, és már le vannak némítva. De ugye a demokratikus rendszer bármikor ő vissza tudja magát kapcsolni, és tud beszélni. Most ezzel nem kezdenek el visszaélni a diákok, nem volt ezzel probléma, sőt az egyik alkalommal éppen meg is jegyeztem, hogy ekkora csönd nem szokott lenni a teremben, amikor én beszélek. Hát rögtön poénból bekapcsolták jó néhány mikrofont, és akkor elkezdtek ott beszólni, hogyha kell, akkor nyugodtan csinálnak zajt, mondom, na, akkor kapcsoljuk vissza, tehát hogy ez tényleg jól működik. A másik, ami jól működik, hogy a chat panel az teljesen rendben van, azt ki lehet tenni jobb oldalra, oldalra, és akkor működik. És akkor szerintem itt most átváltanék arra, hogy én megosztom a saját képernyőképemet, hogy mit látok én, és akkor Zoli, erősítse meg, hogy látod önmagad jó nagyban a képernyő közepén. Jó. De le vagy némítva, tehát nem halljuk, hogy mit mondasz, de nem probléma, bekapcsolom a mikrofonot. Úgy... Káromkodtam, csak azért voltam lenémítva, de... Jól van. Oké. Okay. Köszi. Jó, tehát hogy ugye arról szól a dolog, hogy amit én most megtettem, hogy a képernyőképet osztottam meg, mármint ennek az alkalmazásnak a képét osztottam meg, hogy mi az, amit én látok jelen pillanatban. Ugye annyi extra dolog van a dologban, hogy én most jelen pillanatban nem a szobának a tulajdonosa vagyok, hanem én is lényegében egy vendég vagyok itt a rendszerben, de azért itt meg tudok mutatni néhány dolgot, hogy mi az, amivel kell foglalkoznom. Ugye tudom saját magamat némítani, hogyha bármi olyan van, ne hallják a tőlem jövő zajokat. Kiadok egy feladatot, azt mondom, hogy akkor ezen most mindenki dolgozzon önállóan, kikapcsolom a mikrofont, nem kell, hogy hallják, hogy nálam itt mi zajlik, itt én bekapcsolok közben magamnak zenét, mert laza vagyok, tehát hogy ez is simán működik. Alul látom most ebben az elrendezésben a diákok egy részét, illetve jobb oldalra ki tudom tenni ezzel a mellalak ikonnal a résztvevőket. Itt mindenkinél látom a kis mikrofonikont, mindenkinél ott van a kis piros jelzés, hogy
hogy le van némítva a mikrofonja, erre kattintva én fel tudom oldani a némítást, illetve hogyha szól, akkor vissza tudom kapcsolni. Ha a chat panelre megyek át, ez itt van alul, egy pillanat. Látszik, hogy itt jó néhány üzenet van. Én ezt a panelt szoktam használni arra, hogy nyugodtan itt írják, miközben én mondom a saját dolgomat. Írják a kérdéseiket, azt nézem, arra tudok reagálni. Azért az én figyelem megosztásom az nem tökéletes, mondhatjuk udvariasan így is, ezért nem mindig látom, hogy a chat panelben megjelenik valami. És emiatt többször előfordult, hogy valamelyik diák fogta bekapcsolta a mikrofonját, és jelezte, hogy tanár úr, a chatben van kérdés. Elolvastam, megválaszoltam, vagy aki feltette a kérdést, azt rögtön föl is kértem, kapcsolja be a mikrofonját, beszéljük meg, mi a kérdés, pontosan átbeszéltük, megértette, rendben van, egyéb kérdés, mehetünk tovább. Tehát, hogy ez a rész így teljesen barátságosan működik. Akkor a megosztás kapcsán, itt van ez az ikon, ami egy téglalap fölfelé nyillal, mondjuk lehet, hogy ez egy monitor, ami egy nyilat mutat, hogy fölfelé megosztja a dolgot, vagy nem tudom micsoda. Ha erre rákattintok, akkor itt elég sok lehetőségem van. Én nem speciálisan most azért van itt egy kicsi rendszer, mert hogy három monitor van erre a számítógépre rátéve, egy laptopon van két külső monitor. Ki tudom választani, hogy melyik monitort szeretném megosztani a rendelkezésre álló monitorok közül. Hogyha csak egy vagy két monitor van, természetesen az is itt akkor választható. Ami más programokhoz képest szerintem tök kényelmes dolog, hogy ki tudok választani alkalmazásokat is, tehát azokat az alkalmazásokat, amik éppen futnak az én gépemen, ki tudom választani, és azt mondom, hogy én csak azt az alkalmazást szeretném megosztani, annak az alkalmazásnak a képét szeretném megosztani. Ennek az az előnye, hogy lehet bármilyen gép is a monitoromon, azt nem fogják látni, nem fogja zavarni őket, tehát mondjuk meg tudom tenni azt, hogy megosztom mondjuk egy olyan programnak a képét, amivel dolgozom, és egy másik programban, mondjuk a Word-ben van maga az a feladat, amin én végig akarok menni, nem szeretném, hogyha ők menet közben ezt látnák, ezt a leírást, ez magamnak mondjuk egy útmutató, egy segítség, hogy hogy menjek végig az adott feladaton. Tehát tudok ilyet csinálni, illetve alul van még arra lehetőség, hogy fájlt hoztok meg, ez korlátozott lehetőségeket biztosít a fájl típusok között. Alapvetően itt meg tudok osztani egy videót, akkor ki tudom küldeni, akkor nem úgy fog az kimenni, mint hogyha a teljes képernyőmet osztanám meg, és az egy picit lassabb a videó lejátszás szempontjából, hanem a videót tolja ki a túloldalra, és teljesen jó sebességben lesz lejátszva a túloldalon, hangkép, minden rendben lesz. Illetve prezentációt lehet így megosztani, PowerPoint prezentációt, ha kiválasztok, betalózok, akkor ez a program fogja levetíteni. Ebben egy szűkítés van a Microsoft Office-os PowerPointhoz képest, hogy az animációk nem fognak megjelenni, tehát állóképek sorozataként fognak megjelenni a diák. Teljesen jó használat, az ember tudja, akkor így készíti el a diát. Illetve van egy whiteboard funkció, amivel tudok rajzolni, tehát hogy ez arra ad nekem lehetőséget, hogyha valamit szeretnék demonstrálni, akkor ezt itt meg tudom tenni. Éppen a hamburgerről fogok beszélni a diákoknak, és akkor ezt osztom meg. Na, akkor ezt nem akarom elmenni. Nem akarom elmenteni, így van, visszakerültünk ide. Tehát, hogy akár ilyet is lehet használni, tehát, hogy egy ilyen egérrel rajzolós táblát is tudok művelni, és Zoltán elkészítetted a kérdőívet. Nincs hangod, de... Elkészítettem, de én most akkor nem... Te vagy a prezenter, úgyhogy én azt ki... Ha te is látod, akkor... Visszakapod akkor a dolgokat, hogyha kell. Amit szeretnék itt mutatni még, amíg itt nálam van a kép, hogy van itt ez a pont-pont-pont ikon, ezen belül van egy polling, ezzel lehet ezt a kérdőívet kiküldeni.
amit utána meg fognak látni a résztvevők, és ki tudják tölteni, itt be lehet állítani, hogy ez hány perc legyen ennek a kitöltésére. A kérdések viszonylag egyszerű típusúak, tehát lehet olyan kérdést, ahol több válasz közül lehet egyet kiválasztani, vagy többet, illetve szabadszöveges választ is lehet írni. Most itt én az óra végére föl szoktam tenni azt a kérdést, hogy akkor mennyire értettek egyik-másik témát, tehát az órán elhangzott témákat én fölírom, és akkor egy ötös skálán legyenek szívesek értékelni, hogy hogy gondolják, mennyire sikerült megérteni, amit elmondtam. Ez is egyfajta visszajelzés. Illetve lehet úgy tesztet iratni a diákokkal, hogy kiküldjük a kérdéssort, és a végeredményt azt pedig úgy fogjuk tudni elmenteni magunknak, hogy névhez kötődően, tehát utána azt akár értékelni is tudjuk, hogy hogyan oldották meg. Jó, még egy picit beszélj, amíg kiküldöm a kérdőívet, mert én sem tudok kétfelé figyelni, csak a szerepkört akkor hadd kapjam vissza. Jó. Akkor azt még itt megmutatom, hogy én magam... Semmi. Jó. Tehát át tudom adni a szerepkört, tehát itt látszik nálam a jobb oldalon, hogy kik a résztvevők. Jobb egérgomban rákattintok, megváltoztatom a szerepkört, és azt mondom, hogy a prezenter innentől kezdve Zoltán. Átkerül hozzá a... Igen. Jó, még annyit érdemes hozzátenni, hogy ezek a szerepkörök, amikről korábban beszéltünk, hogy a többi a modulban ugye szélesebb körűek, tehát ott gyakorlatilag kérdés, felelek, válasz és egyebek is előfordulnak. Jó, akkor Zoli, még ha tudsz, ha még tudod folytatni, akkor folytasd, én meg addig kiküldöm ezt a bizonyos kérdőívet. Na, tehát, hogy... Mint mondottam, ez a Meetings, ez egy ilyen eléggé demokratikus dolog. Mindig ugyanazon a címen kell bejönni, tehát ez így kényelmes. Az szokott még itt fölmerülni kérdésként, hogy jaj, várjunk, valaki föltette a kérdést, hogy hogyan hozott létre az osztálylinket. Az osztálylink az én hozzám fog kapcsolódni, tehát akkor, amikor én ezt a programot föltelepítem, a WebEx Meetings-et regisztrálok, föltelepítem és bejelentkezek, akkor rögtön ebben a Meetings alkalmazásban a tetején megjelenik egy link, ami az én osztálylinkem, ott rögtön van mellette egy gomb, amivel vágólapra lehet tenni, és ez konstansan mindig ugyanaz. De az mindig ott van az én WebEx-emnek a tetején, olvasható, másolható, az mindig kézre esik, azt kell csak kiküldeni. Az szokott még fölmerülni, hogy ha én nekem mindig ugyanaz a linkem különböző osztályokhoz, akkor hogyan tudom megoldani azt, hogy az egyik-másik osztály ne keveredjen össze. Tehát, hogyha én tartok két órát, az egyik órában még bent vannak a diákok, de a következő óra lelkes diákjaim már 10 perccel korábban be akarnak csatlakozni, akkor mi történik? Ők be tudnak jönni a terembe, de hát akkor oda kerülnek, ahol éppen adott pillanatban nincs feladatuk. Közben megjelent a kérdőív, amire van 5 perc, úgyhogy akkor csak pár percet beszélek gyorsan még, vagy velem párhuzamosan ki lehet tölteni a kérdőívet. Van arra lehetőség a menüben, a meeting menüben, hogy zárni tudom a termet, tehát van egy ilyen lock meeting lehetőség. Az azt fogja eredményezni, hogy akik bent vannak, azok bent vannak, akik nem jöttek még be, azok bekerülnek a várószobába, a lobbiba, az előszobában fognak várni. Ők egy fehér ablakon azt fogják látni, hogy ez az én tárgyalom, és várakozzanak majd addig, amíg kinyitom ezt a helyet. Ha befejeztem az órámat, akkor a diákok szépen kijelentkezgetnek, és a menüben kiválasztom azt, hogy a terem most már ne lock, hanem unlock legyen, tehát hogy nyitva legyen, kinyílik a terem, akik eddig a lobbyba voltak, azok be fognak kerülni hozzám. Rögtön bekerülnek a terembe, és a következő osztálynak tartatom az órát. Na, az is még probléma lehet, hogyha én bezárom az ajtót, valamelyik diák kiesik véletlenül a rendszerből, és újra be akar jönni, akkor mi történik?
Én rögtön a résztvevők fölött, ahol a résztvevőket előbb láttuk jobb oldalt, ott fogok kapni egy eléggé figyelemfelkeltő narancssárga feliratot, ami azt fogja jelezni, hogy a lobbiban valaki vár, egy valaki akkor kírja a nevét, hogyha többen várnak, akkor kírja, hogy hányan várnak. Ha én arra rákattintok, akkor nekem ad egy névsort, hogy kik vannak kint, és abból én bárkit, akár egyesével ki tudok jelölni, és be tudok engedni egy-egy kattintással a terembe. Illetve, hogyha valaki bent van, és azt gondolom, hogy most menjen ki a teremből, akkor fogom is, és ki tudom tenni a teremből egy rövid időre a lobbiba. Hát, hogyha mondjuk olyan játékot akarok tartani, amiben az egyik diáknak ki kell találni azt, amit a többiek közösen megbeszéltek, akkor kiteszem a lobbiba, megbeszéljük, visszaengedem a lobbiból, és már is meg tudjuk vetteni, és ő addig nem hallotta, amiről mi beszéltünk. Na, tehát közben akkor itt van a kérdőív. A kérdőívben látszanak, hogy milyen típusú kérdéseket lehet föltenni ilyen teszt jelleggel. Akkor ezekre legyetek szívesek válaszolni itt. Mindeközben a kitöltöttség állapotát elvileg Zoltán látja a saját gépén, mert ő nyitotta, ugye? Igen, tehát én most például azt látom, hogy négy fő, aki hozzá sem kezdett, ezek között nyilván benne vagyunk én is, meg egy tesztfelhasználó, meg Zoli is. Hatan vannak, akik éppen most töltik ki még, de nem fejezték be, és közületek 15-en már befejezték, tehát én már látom ezt a statisztikát, hogy hogy áll. Ugye ezt 5 percre húztuk, amiből, vagy állítottuk be, ebből még 2 perc vissza van. Lehet egyébként plusz időt hozzáadni. Csak annyit tennék még ehhez hozzá, hogy nyilvánvalóan ezt egy dolgozat céljára is fel lehet használni. Egy mini dolgozatnak, hiszen a eredményeket el lehet dönteni, amikor elindítjuk a kérdőívet, hogy csak statisztikai alapon akarjuk látni, mondjuk meg akarjuk szavaztatni, hogy jövő héten hova menjünk osztálykirándulásra, akkor nyilván nem számít, hogy ki mire szavaz, az a lényeg, hogy hányan akarnak Miskolc-Tapolcára menni, hányan pedig Horvátországba. Tehát, hogyha csak egy statisztikai eredményt akarok, arra is lehetőség van, de lehet személyre szólón, és utána ezt egy fájlba a rendszer elmenti, és utólag is lehet elemezni, hogy az adott kérdésekre milyen választ adott. Tehát ez kiválóan alkalmas egy ilyen kis dolgozatra is. És ahogy említette az Zoli, ezt előre össze lehet állítani, és amikor a megbeszélés vagy a tanúra van, akkor csak egy mozdulattal be lehet emelni a már elkészített kérdéseket. Én köszönöm a válaszokat, majd a... meg is hogy? Én is kitöltöttem. Szuper, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy válaszoltatok, majd ezt szerintem meg fogjuk osztani, megkérem a szervező kollégákat, Attilát, hogy ezt esetleg osszák meg az eredményt veletek, mert nektek is érdekes lehet. Én akkor még visszaugranék, Zoli, maradj velünk, jó? És hogyha bármi van, akkor még, vagy eszedbe jut, amit kihagytál, akkor azt még mondd el, légy szíves. Én egy pár bocsánat, még egy dolgot mondanék. Fölmerült itt kérdésben, hogy hogyan lehet csatlakozni ehhez a dologhoz. Ezt ne hagyjuk ki. Elmondod, okay. Jó? Okay. Akkor még 3 témában, nem 2. Jó, tehát akkor nyilván most mindenki otthon ül, nem annyira releváns, de nagyon fontos, hogy a WebEx az, ugye említettem, hogy nem csak ez a szoftveres cloudos platform, hanem hozzátartozóan gyakorlatilag eszközök is tartoznak. Alapvetően ugye mi azt mondjuk, hogy az üzleti környezet az egyik terület, és az oktatási környezet a másik terület, ahova megoldásaink vannak. Ez nagyon széles skálán mozog. Itt ezen a képen azt láthatjátok, hogy milyen típusú terek, ezek lehet oktatási, vagy egy vállalatnak az irodai tere is, milyen típusú eszközöket és milyen elrendezésben javaslunk. Azt kell tudni, hogy a Cisco által fejlesztett és gyártott eszközök, azok gyakorlatilag teljes egészében szoftverestől és hardverestől a Cisco kezében vannak. Tehát nem összeálltunk bármilyen egyéb valamilyen gyártócéggel is, az ő megoldásait alkalmazzuk és integráljuk be, erre is van lehetőség, de alapvetően nagyon fontos, hogy end-to-end, tehát a szoftvertől a kliensen át, a platformon át, egészen a gyakorlatilag az eszközökig mindent mi fejlesztünk és mi gyártunk.
Ennek az is az eredménye, hogy egy speciális operációs rendszer fut ezeken az eszközökön, mindegyik eszközön ugyanaz az úgynevezett Room OS operációs rendszer fut. Ezek a cloudba tudnak csatlakozni, vagy akár helyben telepített szerverekhez, és teljesen egységesen működnek. Ezek nem Windowsok, vagy nem egy Android, vagy egy Unix, aminek a külön kell gondoskodni az üzemeltetéséről, ez egy speciális operációs rendszer, amit ezekre az eszközökre fejlesztettünk. Három kategória van, azt látjátok. A legfőső hármat karikáztam be, ezek az úgynevezett board, WebEx board eszközeink, ezeket kifejezetten iskolákba, vagy az ilyen közös alkotós feladatokra ajánljuk. Ez egy videokonferencia végpont, mikrofonnal, hangszóróval, kamerával, képernyővel, méghozzá érintő képernyővel, ami azt jelenti, hogy ebbe a beépített rajztábla funkció is benne van, és ez teljesen interaktív. Tehát, hogyha egy tanár beáll egy ilyen elé, akkor akár egy meglévő ábrán tud firkálgatni, akár egy új lapot nyit, mintha egy flipcharton dolgozna, és azt, amit ő erre rá rajzol, ugye az érintőképernyőn, a megbeszélés összes résztvevője látja. Tehát én most itt egy ilyen kis eszköz előtt ülök ezen, és el tudnék indítani egy úgynevezett whiteboardot, és ezt mindenki látná, sőt, ez teljesen interaktív, mindenki bele is tud rajzolni, hogyha egy demokratikus meetingben vagyunk benne, mint ez. Ez egy közös alkotós dolog. Ezek közül már van olyan eszköz, amiket számos iskolába először tesztjelleggel, azután éles projekt keretében telepítettünk. Ezek pont egyébként azok a szakiskolák, ahol most azon is dolgozunk, hogy a WebEx Meetings is egy közös eszköz legyen az iskolák számára. Mire jó ez? Arra jó, hogy lehet olyan órákat tartani, például amik földrajzilag különböző helyen lévő tanárok biztosítanak földrajzilag különböző helyen lévő diákok számára, tehát egy egységesített nagy osztály, virtuális osztálytermet lehet például létrehozni. Nem mennék bele a többibe, ezeknek vannak olyan eszközeik, amik már egy meglévő tévé vagy display tetejére, ezek a bizonyos RoomKit megoldások csatlakoztathatók. Ezek általában ilyen értelemben költségkímélőbbek, mint a képernyővel egybeépítettek. Minden tudnak, amit a WebEx, és ezek gyakorlatilag a teljesen kábelmentes működést biztosítják. Tehát én a laptopommal besétálok egy tárgyalóba, ahol van egy ilyen eszköz, az ultrahangon érzékeli, hogy én ott vagyok, felveszi egymással a kapcsolatot a laptopom az eszközzel, és onnantól kezdve egy kattintással meg tudom osztani a képernyő tartalmamat, vagy egy kattintással az a megbeszélés, amit én itt most indítottam, azt át tudom vinni egy ilyen eszközre, anélkül, hogy bármilyen kábeleket kéne dugdosnom. Ezt szoktuk mondani, hogy ez a megbeszélések vagy a tanórák első 15 percének a problémája, hogy eltelik körülbelül annyi idő, mire minden összeáll. És akkor nem beszéltünk arról, hogy ha még abba a hang kell, videó kell, stb., akkor az milyen időigényes tud lenni, mire technikailag elindítható a megbeszélés. Mi azt mondjuk, hogy ez a mindent egybe eszközzel, vagy bármelyik eszközünkkel gyakorlatilag belépve egy osztályterembe vagy tanórára, egy perc múlva benne vagyunk a virtuális megbeszélésben, az nagyon fontos. Itt ez a bizonyos WebEx board, amiről beszéltem, tehát ez gyakorlatilag egy teljes értékű digitális rajztábla, csak be van építve, és része magának a megbeszélésnek is, tehát nem egy külön kamerával kell mutogatni egy másik digitális táblát. Ezekről nem beszélek, csak tudni kell, hogy ezek nagyon fejlett eszközök, tehát egy komplett mikrofonrendszer, speciális 4K kamerákkal, 4K vagy HD felbontású képernyőkkel, ő figyeli a teremben, hogy zajlik a megbeszélés, rá zoomol arra a beszélőre, aki éppen megszólal, amikor nem beszél senki, akkor az egész termet mutatja, fel tudja ismerni az arcokat, lehet vele beszélni, mint egy digitális asszisztense, tehát lehet ezekhez az eszközökhöz szólni, ma még egyébként csak angol nyelven, és lehet utasítani őket arra, hogy készítsen a megbeszélésről emlékeztetőt, vagy indítson el egy megbeszélést. És akkor egy-két példa, ez pont az Oliék területe, csináltunk ilyen projekteket, ezek alapvetően inkább a WebEx board eszközökről szóltak, de látjátok, hogy itt gyakorlatilag két, illetve három tanteremben egyszerre zajlik az óra, egy tanárral, és a három földrajzi különböző helyen lévő osztály tudott ebbe bekapcsolódni. Erről még nagyon sokat tudnánk beszélni, mert
felszereltünk vagy 30 iskolát ezekkel az eszközökkel, és gyakorlatilag ilyen virtuális osztálytermeket tudtunk létrehozni. Ez szintén egy ilyen példa ebből. Amiről még beszélni szeretnék az, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen vezették be a Webex-et nem olyan rég. Gyakorlatilag ott egy hét alatt álltunk át a Webex használatára. Természetesen vannak más eszközök is, amit használnak, tehát nem kizárólag a Webex-et, de nagyon sok tanórát már ott is Webex-en bonyolítanak. És most elkezdtünk a szakképzési területen, amiben ugye majdnem 400 iskola tartozik, egy speciális programmal segítséget nyújtani, ahol is az Zoliék a HTTP alapítványnal, a Cisco, illetve az IBM majd 400 önkéntessel száll be. Ennek az a lényege, hogy biztosítunk Webex hozzáférést ingyen a Cisco részéről, egy bizonyos időkorláttal 150 napra, illetve az önkéntesek mentorálás útján segítik az iskolákat, hogy be tudják vezetni a Webex-et. Minden iskolához egy vagy két mentor van hozzárendelve, tartunk nekik webináriumokat a tanároknak, olyasmit, mint ez a mai, felkészítjük őket, és utána továbbiakban is támogatja a mentor ezeket az iskolákat. Most olyan 30 iskolánál tartunk, még a éles indulás az csak egy-kettőnél kezdődött el, majd meglátjuk a tapasztalatot, de azért hadd említsem meg, hogy Olaszországban 5000 iskolát sikerült két hét alatt webexesíteni. Ugye ők kicsit előttünk járnak sajnos ebben a vírus ügyben, de mintegy 5000 iskolát kapcsoltunk be Olaszországba webex használatára és távoktatásra. Hogy hogyan lehet bekapcsolódni? Forduljatok hozzánk. Maga a Webex az többféle módon elérhető el. Ennek van ingyenes, mondjuk úgy, hogy lakossági változata is, tehát a kliens szoftver letölthető, és be lehet regisztrálni ingyenes Webex hozzáféréssel. Ez azt jelenti, hogy aki ilyennek a birtokában van, az önmaga is tud akárhány résztvevős tanórát vagy megbeszélést szervezni, tehát ő host lehet. Oké. Valami történt. Ja, oké. Okay. Demokratikusan elvettem a képernyőképedet. Igen, igen, látom. A sulibebex.hu oldal, remélem látszik. Igen. Ugye ezt hoztuk létre most az IBM-s önkéntesekkel közösen annak érdekében, hogy aki szeretné használni, az minél több támogatást kapjon. A szoftvertelepítés leírások itt vannak Windows, Android, Linux mindenféle lehetőséghez. Videó útmutatókat is készítettem konkrétan, amiben az egyes részeket hogyan kell elnémítani a résztvevők mikrofonját, hogyan lehet bekapcsolódni, hogyan kell rögzíteni az adott óra felvételét, stb. Ilyenek vannak. Itt egyelőre 4 darab van, de már újabb 2 elkészült, az is itt napokon belül föl fog kerülni. Tehát, hogy a támogatás az ilyen módon is megvan, hogy megpróbálunk segíteni a weboldalon lévő információkkal, meg az önkéntesek telefonszámmal, e-mail címmel elérhetők, akár olyan szintig is, hogy órát akarok tartani, és most megakadtam, és hova kattintsak. Igen, kettő dolgot még hadd tegyek hozzá. Az egyik az, hogy ehhez megvan az ITM-nek, tehát az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a támogatása. Rajtuk keresztül kerestük meg az iskolákat, tehát itt ez nem egy kalóz akció, ez nagyon fontos látni. Nyilván ma még a hazai iskola rendszerben nincs egy, és valószínűleg nem is lesz egy kiválasztott platform, hogy mindenki azt használja, de mi a Webex-el ott vagyunk a támogatott platformok között, és ez nagyon fontos. Még egy dologról beszélnék. Bocsánat, csak annyi, hogy ez a program ez jelen pillanatban a szakiskolákat tartja fókuszban, tehát a szakképzési területnek az iskoláit. De természetesen, hogyha bárki szeretne bevezetni Webex-et az ő iskolájába, akkor abszolút nyitottak vagyunk erre, tudunk neki ingyenes fiókokat csinálni, még lehet, hogy mentorokat is tudunk adni, aki segít a bevezetésben. Csak annyit kell tudni, hogy a fókusz terület most a szakiskolák, azokra koncentrálunk, de bárki mást, hogyha erőforrással bírjuk, akkor tudunk segíteni. És akkor de a weboldal az publikus mindenkinek. Így van, a weboldal elérhető mindenkinek. Még a biztonsági kérdésekről akartam mesélni, vagy pár szót szólni.
mondtam nektek, hogy 10x éve létezik a WebEx. Én megpróbáltam kitúrni azt, hogy biztonságilag milyen problémákkal küzdöttünk. Biztos voltak, de én a legfrissebb cikket azzal kapcsolatosan, hogy a WebEx-el bármilyen biztonsági probléma lett volna, 2006-ban találtam meg. Nagyon fontos, a Cisco maga ugye vezetőhálózati gyártóként, vezető biztonsági megoldás gyártóként és fejlesztőként nagyon komolyan odafigyel a biztonságra, ez a WebEx-re is vonatkozik. Nyilván más szervezni egy olyan megbeszélést, ahol azt szeretném, hogy minél többen bejöjjenek, de amennyiben szeretném megvédeni a tanulókat attól, hogy egy hósza külső felhasználó bejön, és mit tudom én, obszén képeket osszon meg, ezeket a WebEx esetében elég jól ki lehet küszöbölni és szűrni, és természetesen a legszigorúbb védelmi megoldásokig is el lehet menni, amikor csak akár több faktoros autentikációval lehet belépni egy meetingbe. Maga ugye a cloud megoldásunk az olyan, hogy végponttól végponttól titkosított, ez a Cisco szerverre is vonatkozik, tehát a Cisco alkalmazottai sem képesek egy videó streamet feltörni vagy abba belépni. Illetve ami még fontos, hogy ezekre a GDPR előírások is van, vagy hát a megoldásaink GDPR kompatibilis, tehát a európai felhasználóink európai szervereken maradnak, és nem kerül ki gyakorlatilag Európán kívül semmilyen adat. Ezt szerettem volna még megosztani. Nem tudom, a chatben van-e valami kérdés, vagy ha valaki szeretne kérdezni, azt így élőszóba is meg tudjuk tenni, csak kapcsolja vissza. Magyar nyelviséggel kapcsolatban merült fel egy kérdés, én ezt itt megválaszoltam, azt írtam, hogy a magyarítás elkezdődött szokásos fejlesztési menetrend szerint úgy számoljuk, hogy 4-6 hét múlva jelenhet meg egy szoftver frissítéssel. Biztosat mondani nem tudunk, általában az átfutási idő körülbelül ilyesmi szokott lenni. Igen. Amit hozzáteszek, hogy az én telefonomon már rajta van az a tesztverziója a WebEx Meetingsnek, ami már magyarul beszél. A mi csapatunk az, aki segíti a nemzetközi fejlesztő csapatot abban, hogy a leginkább helyes kifejezések kerüljenek bele a rendszerbe. Tehát mi, mint tesztelő és tanácsadói konkrétan részt veszünk ebbe a projektbe. Igen, tehát ez a 4-6 hét várható, tehát maga a WebEx Meetings összes felülete, beleértve a mobil klienst, beleértve a webböngészőst klienst, és beleértve azt a bizonyos desktop applikációt, amit valószínűleg legtöbben le is töltöttetek most, ezek mind fognak tudni magyarul. Hát, hogyha van valakinek még szóbeli kérdése, azt szívesen megválaszoljuk, akkor némítsátok vissza, az a résztvevő nyugodtan némítse vissza magát, és kérdezhettek, hogyha bármi nem volt tiszta, vagy nem hangzott el, vagy nem került szóba. Kitöltöttük egyébként bőven a 45 percet, tehát már 55-nél vagyunk. Elnézést, hogy túllógtunk, de ez így ennyibe fér bele. Nem tudom, Attila esetleg itt vagy-e még? Igen, itt van. Zárjuk el akkor, egyelőre nem látok több kérdést. Nekem itt van egy kérdés, hogy a webinárium felvétele hol is, mikor lesz elérhető, amikor megkapjuk, akkor fel tudjuk tenni. Ugye úgy tudjuk, hogy egy pár nap, amíg ez elérhetővé szokott válni. A pár óra. Igen. Hát nekünk pár nap. Ja, értem, jó. Jó, tehát nyilván... Mi általunk használt WebEx-en pár nap. Igen, ez a szokásostól eltérően most valóban lassabban készül el, tehát a felvételek lassabban készülnek el. Ugye nagyon nagy a terhelés a rendszereinken, és nyilván priorizálja a rendszer azt, hogy mi tudjunk beszélgetni, és a videó dekódolása, tárolása és egyebek, amit ugye felvételken készítettünk, az kicsit alábban sorolva nyilván, az a háttérben történik, és ez így picit időigényesebb mostanában.
Jó, hát hogyha nincs kérdés, én nagyon szépen köszönöm elsősorban a részvételeteket, és természetesen Zolinak is, hogy segített ebben az előadásban, illetve Attila, nektek a lehetőséget, hogy itt a WebEx megjelenhetett a többi megoldás mellett. Köszönjük mi is. Okay, köszönjük szépen akkor még egyszer. Sziasztok, szép napot kívánok, szép estét!